Táromrepülőgépeket küld a külföldön rekedt Blue Air utasokért a kormány, mintegy 3000 személy érintett, azt követően, hogy a Blue Air légitársaság felfüggesztette valamennyi romániai járatát. A kormány kénytelen beavatkozni, mondta a miniszterelnök, aki azonban világossá tette, hogy az ECR-ra fordított összegeket be fogják hajtani a légitársaságon. A Blue Air Diszkont légitársaság kedden egyik percről a másikra bejelentette, hogy szeptember 12-ig felfüggeszti valamennyi romániai járatát, azt követően, hogy a hatóságok zárolták a bankszámláit. Az ügy azonban ennél sokkal bonyolultabb, hisz a Blue Air rendkívül nehéz anyagi helyzete régóta közismert. 2020-ban 403 millió lej veszteséget könyvelhetett el, és eközben megvált alkalmazottainak 30%-ától is. Tavaly az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság rekordösszegű 2 millió eurós büntetést rótt ki a légitársaságra, mert 2021 áprilisa és 2022 áprilisa között összesen 11.289 légijáratot törölt, amelyekre 179 ezer foglalás volt érvényben. A bejelentés felkészületlenül ért több ezer utast, akik közül sokan a repülőtéren értesültek a járatok törléséről, mintegy 3000 román állampolgár rekedt külföldön. Táncos Barna környezetvédelmi miniszter az este közölte, hogy a légitársaság számláit a környezetvédelmi alap zárulta, mivel a cég 28 millió lejes tartozást halmozott fel, ez azonban nem indokolja a törléseket és a járatok azonnali újraindítását követelte. A mai ülésén a kormány arról döntött, pénzt utalnak ki a táromnak, hogy hazahozza a román állampolgárokat. Meghoztuk a szükséges döntést, hiszen mivel román állampolgárok szenvednek a kialakult helyzet miatt, be kell avatkoznunk. Az illetékes minisztériumok megtették a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az érintetteket haza tudjuk szállítani. Minden lépést a törvény betartásával kell megtenni. Az államkasszából kiutalt összegeket pedig be kell hajtani attól a vállalattól, amely felelős a jelenlegi helyzetért. Éppen ezért arra kérem az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot, hogy kövesse figyelemmel az egész folyamatot. A Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke ma azt mondta, bűnügyi feljelentést tettek az ügy kapcsán. A kormányülésen Szoring Grindjánum közlekedésügyi miniszter emlékeztetett, hogy azok az utasok, akik közvetlenül a Blue Air-től vásároltak jegyet, a járatok törlése vagy hosszú idejű elhalasztása esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályait megállapító európai rendelet alapján visszakaphatják pénzüket, sőt, kártérítést is kérhetnek. Addig is az érintettek a román nagykövetségeken, illetve a külügyminisztérium által üzembe helyezett, a képernyőn látható telefonszámon igényelhetnek segítséget.